Szólunk, új helyi képviselő úr. Tisztelt képviselőtársak, én 10 éve foglalkozom turizmus szakpolitikával otthon Magyarországon, most pedig itt a parlamentben a Tourism Task Force-nak a vezetőjeként, koordinátoraként. Ez egy tökéletes anyag, de én megtanultam, hogy egy ilyen anyag annyit ér, amennyit abból utána végre tudunk közösen hajtani most itt az európai intézményekben. És az a problémám, hogy nem látja az Európai Bizottság, hogy milyen fajsúlyú kérdésről van szó. Igaz-e, hogy Európában több mint 12 millióan vannak most munkanélkül? Igen. Igaz-e, hogy a fiatalok között 7 millió honfitársunk van, európai társunk, aki munkanélkül van? Igen. És igaz-e, hogy a turizmus az egyik legjobb munkaerő teremtő, munkahely teremtő szektor? Igen, hát jelenleg is dolgoznak több mint 13 millióan ebben a szektorban. Akkor miért nem mozdul meg a bizottság végre, és miért nem hallgatja meg a képviselők véleményét? Legyenek szívesek sokkal több energiát fordítani az európai turizmus fejlesztésébe. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr.